Tisztelettel köszöntök mindenkit, a sorozat 20. lehet, vagy 19-20. Részében, mindegy. Na, első körben szeretnék nektek mutatni egy olyan dolgot, hogy mit haladtam én a Towncraftban. Ugye volt nekünk egy ilyenünk, hogy ez, nem ez, mert ezt csináltam, ez, ugye ez a sokkos cucc. Na, csináltam ezt a zöldet, aminek a neve pontosítva, már is nézem gyorsan, mert elfelejtettem a nevét, Van Focus Excavation, ja. Na, ez a cucc az annyit csinál, hogy izé, idejössz, jobb klik is, darálja, mint gép. Na, erről ennyit, a wandot megcsináltam, a Greatwood wandot, illetve, igen, nem ezt, Greatwood wand kort, ugye le is craftoltam, semmi extra, sima workbench-es craft, és megcsináltam hozzá a gold wand kapot, ami ugyancsak gold negetekből van, kell hozzá egy pár ilyen cucc, és akkor most már a wandom 50, ha felnéztek bal felső sarokba, 50-50 el tud tárolni ezekből a cuccokból, és így azért elég hatékony tud lenni. Nagyon hasznos kis cucc ez az excavation, egyébként ez a követ, meg fát, meg minden lószart ki tud szedni, csak persze azokat lassabban. Na, és még valami, építgettem ám egy kicsit, mert igazából az volt az én problémám, hogy amikor ebbe a házba így beléptem, egy ilyen enyhe hány inger elkapott, tehát ez konkrétan csúnya. Gondolom egyet értetek, hát persze. Viszont ugye mivel felfedeztem ezt a király factory blokkot, így gondoltam összedobok egy kis házikót ide a hátsó kertbe, azt viszont le fogom bontani. Nem most, majd felvételen kívül. Szerintem ez nagyon jó lett, marha jó kis tágas, ki kell még majd világítanunk. Megpróbáltam minél több ablakot rakni, hogy ne legyen sötét, hiába ugye attól függetlenül, hogy fekete. Ez full a factory blokkban, ugye ezt mutattam az előző részben, hogy gyakorlatilag szinte ingyen van ugye ez a cucc. Na, házról ennyit, elkezdünk majd beköltözni, és azzal együtt elkezdünk egy picit fejlődni. A mai részben az izével szeretnék foglalkozni egy kicsit. Ezzel a moddal, Magma Crucible, igen. Igazából itt meg is van egy pár cuccunk, úgyhogy átköltözünk. Na most én még azt akartam volna megcsinálni, hogy igen, meg az Ender Eye-ot szeretném felfejleszteni, az itemeket is, tehát ezt innen le fogom szedni mindjárt a francba. És megcsináljuk a rendes Ender Eye-os vezetékekkel szépen, hogy mármint ugye nem az energiát, hanem az item duct-ot, az endrájósat, hogy legyen az is nekünk meg. Ezt innen felszedem a francba, meg egy kicsit itt rendbe rakjuk ezt a részt, mert itt az elég hülyén van összerakva, úgyhogy én ezt itt szépen ezt lebontom. Ezeket felviszem az új házba most már, a kraftolósba. Ezeket szépen innen felszedem a francba, nem kell itt semmelyik se úgyni. Te is mész, és csinálunk mindjárt egy Ender Chest-et, és szépen az lesz a bemenete ennek az egész rendszernek. Úgyni. Már igazából van egy csomó Ender Pearl most már. Hopp, tele vagyok. Akkor gyorsan ide. És az Emi rendszert is fel fogjuk vinni egyébként. Mert ne itt a bizébe legyen már itt a space-ba. Na, következő lesz. Ez megy föl. Igen, azt sem fog kelleni, mert azt is lebontom a picsába az egész házat. Ez lesz majd a farm részünk, ahol most a ház van, itt lesz majd a Magical Crops-os farm. De ne szaladjunk ennyire előre. Következőt szeretném csinálni, van már itt Energy Conduit, meg azt hiszem itt is van még 7. Hát az jó kevés, úgyhogy szerintem én gyorsan még kreálok, akkor gyorsan visszakötöm majd föntre még az áramot, és kreálok egy pár ilyen kábelt. Na, meg is vagyok, csináltam némi kábelt, ugye innen is már felszedtem, föntről is felszedtem a gépeket. Igazából nem ezzel akarom elhúzni az egész részt, ne aggódjatok, tehát azért csinálom most így nagyjából felvételen kívül. Csak a lényeges mozzanatokat szeretném bemutatni, ugye itt fogom elvinni a kábelt itt lent, és ugye nézzétek, azért a követ is egész határozott sebességgel kiszedi ez a One Focus, szóval baromi jó, nekem nagyon-nagyon bejön. Így, itt feljövünk vele. És itt végig fogjuk majd ugye, én végig fogom dizájnolni ezt az egészet. Úgyhogy itt majd a feszédekkel fogjuk. Én azt mondom, hogy ez a
szoba ennek ezen a részen mondjuk legyen itt az izé, legyenek itt az enderályos gépek, és akkor a másik felébe mondjuk itt végig lehetnek a thermal expansionosok. Na, gyorsan akkor itt végighúzkodjuk a kábelt. Bemegyünk itt alatta, nem? Nagyon zsír ez a, ez a vand. Jó, és akkor itt szépen végighúzzuk a kábelt, tök jól, főleg észem a szobáig. Na, ide felhoztam, ebbe ugye gondoltam, hogy legyen középen az EMI rendszer, és ne a pincébe, mert az idegesítő volt. Úgyhogy itt lesz az EMI rendszer, innen fog indulni a kontroller, ugye majd mindjárt ide hozzuk, és akkor itt lesznek majd a Thermal Expansion, illetve a Ender IO-s cuccok. Én most visszarongyolok az EMI rendszerért, hát meg. Ezek a blézek hangosak. Ezeket szerintem most ki fogom majd kapcsolni, tehát konkrétan felszedem a izét. Viszont a... ha már van ez a block moverünk, és ha már lekraftoltuk, mi lenne, hogyha drive-ot mondjuk ezzel vinnénk el? És akkor nem kell ugye kiszedni belőle az összes cuccot, és az úgy akkor sokkal királyabb. Jaha, ez most nem fogja tudni sehova vinni, nem baj. Ezt majd mindjárt fel is szedem. Mondjuk, ja, kikapcsoltam ezt most, oké. Okay. Jó, szóval ide ezt én le fogom ide helyezni. És... királyak leszünk. Ígyni. Zsír. Így akkor jöhet ide mondjuk a... ja, igen, az benne van a block moverbe. Így. Hm. Ja igen, érdekes, ugye pont abba a pózba hozta el, ahogy lerakta, és ahogy felvettem, szóval ugyanabba az irányba. Na, EMI rendszerünk átköltözve. Király. Na, akkor jöhetnek ezek. Ugye egy szegmill, egy painting machine, meg egy alloy smelter jön ide föntre. Ugye ebbe a sorba. Jó, ezt most hamar meg akarom csinálni, mert egyébként én Power Armort is el szeretném kezdeni, ugyanis van emeráldunk, tehát ez egy örvendetes hír. Alloy smelter. Ez micsoda? Szegnyil, ez kell nekem ide. Én kézi gépnek, meg egy painting machine. Úgyni, zsír. És akkor ugye itt van ez. Ide pedig a thermal expansion-os ugye értelemszerűen egy pulverizer, akkor egy redstone furnace, az nincs. Igazából nem is kell, mert az jó az a alloy smelter. Ez viszont kell majd, ezt majd később bekötjük. Mi ez a fluid transposer kell? Magma crucible, meg kéne induction smeltert majd gyártani. A kábelt pedig azt meg én innen áthozom. Így. Ja, sír. És akkor mondjuk... mondjuk indulhat innen a sarokból, és akkor nincs ezzel problematika. Így szépen. Ennyi. És akkor ugye innen indulhat a móka. Jó, tehát akkor ide mondjuk jöjjön egy pulverizer, és akkor szépen majd le fogjuk craftolni, nem most. Azért erőltettem a izét most, a Thermal Expansion, mert ugye a Power Armorhoz majd ezek kellenek, tehát a thermálos recepteket szeretném majd használni hozzá. Jó, Magma Crucible, Fluid Transposer, igen, azok egymás mellé. Ez nem ide fog jönni, ezt majd később. Na, kéne még egy Induction Smelter csinálnunk. Aha. Szóval, akkor induction smelter, ahhoz nagyjából van egy csomó mindenünk. Ezt gyorsan legyártom, oké. Okay. Ezt is. És... ezt is. Meg jól csináltam előre egy csomó ilyen stone gear-t, oké. Okay. Akkor nézzük újra. Induction smelter, ez kellett, oké. Okay. Igazából mondom, redstone furnace-t azt nem tervezek csinálni. Jó, akkor... most, hogy ez megvan, megnézem, hogy állunk gumival. Ez nem is kell gumi. Aha. Mert, hogy is van ez a Power Armoros Tinker Table? Power Armor, így van, Tinker Table, ez az egyik recept, ez pedig a másik, Electrum. Az rohadtul nem bonyolult, az csak simán Silver meg Gold.
mondjuk, mit tudom én, legyen egy, akkor legyen egy pár darab, egy 10 silver, azt hiszem 1:1 az arány. Old. Jó. 10, oké. Okay. Ezeket szépen ide bevágom. Zsír, akkor ez kisül, nézzük még mi kellett hozzá. Igazából más komolyabb dolog nem, tehát kell egy ilyen. Kell emerald, az van, azt hiszem 6, és nem, már egyet elhasználtam, igen, most már csak 5 darab van. Jó, ó, ez így fosódik rendesen. Na, akkor ezt összedobjuk, szépen. Nem, kifelejtettem a tipikus machine frame-et. Így. Így. Oké, okay, tehát power armorunk az is lesz, azt meg szépen ide berakjuk ide középre. Így, itt lesz a power armoros cucc, persze armorunk az még nincsen, de majd mindjárt nézzük. Na nézzük, fejes. Első körben a recept az. Most melyikkel járunk jobban? Hát szerintem ez most 8-at ad, ugye? Tehát akkor kell 2, 4, 6, 8, jó, egyet kell megcsinálni, az nem vészes szerintem. Akkor egy ilyen picit nem túl olcsó, de most egyet így reszkírozok, és akkor nem kell szarakodnunk ezekkel a hülye electronic circuitekkel, azt úgy utálom. Fejes. És akkor ezt a ruhát fel fogjuk ám dizájnolni, mert az a Direwolf-os sorozatban kimaradt. Jó, beszíneztem kékre, de igazából közben én nézegettem már, hogy az nagyon királyú meg lehet csinálni. Elszámoltam magam? 2, 4, 6, 8. És 8-at adott az a szar. Ja, persze rossz gondolom. Fogadjunk, hogy rosszat nyomtam. Természetesen igen. Jó, na zsír, ezt fel tudjuk venni. Még nem fogom felvenni. Ugyanis meg akarom nézni, hogyha ez nálam van, akkor is tudok így majolni vele. A király. Na, itt vagyok. Power Armor Chest Plate. És nekem ez a jetpack kéne, de iszonytató erőteljesen. Iron Thruster, úristen, 4 darab. Na most lehet, hogy itt ezt kicsit be fogom magam sírni. Azt mondja, hogy Iron Thruster. Mit nézegetek? Ion. Mert egyébként meguntam ezt a Simple Jetpacket, tehát ez konkrétan szar. Ajjaj. Force Field Emitter, meg sem merem nézni. Tesseract, jó, hát ezt hagyjál békén. Ezt kell megcsinálnunk. De a Tesseract az a helyzet, hogy egy vödör Resonant Ender kell. Meg kell hozzá Enderium, tehát az iszonyat, tehát ez olcsóbb. Mert viszont meg tudjuk csinálni ezt a... Nézzétek csak, tehát van ez az Advanced Circuit, és ugye lehet csinálni nem a mechanizmust, hanem a váltsát, ezt. Ez rohadt egyszerű. És utána meg csak körbe vesszük ugye a... Na, hova mentél? Ide. Tehát ugye Basic Circuit, ez mi ez? Kalklavia Core. Tehát ez ilyen iszonyat egyszerű a recept. És ugye már csak ezt kell majd körbevenni, és ilyenünk meg vannak, ugye? Úgyhogy nézzük meg, ezt tudunk ilyet kreálni. Azt mondja, hogy Bronze Plate kell hozzá. Ahhoz meg Forge Hammer, tehát Forge. Izé nem lesz elég szerintem Ender Pearl-öm. Forge Hammer. Na, adjad úgyni. Hát ebből így kapásból 2-t. Jó, és akkor... Ja, Bronze Plate kellett mi, azt nem baj az, mert azt meg tudunk égetni most már az Induction Smelterbe. Tehát Bronze Ingot, az pedig a Bronze Porból kell, azt hiszem. Akkor nem a kalklaviás, hanem ez. Akkor a... Melyik? Mindjárt megkeresem. Na, itt a recept. Tehát tin, és körbeveszed 3 kopperrel. És akkor ad 4 bronzot, úgyhogy ez így, ebből egy párat kreálok. Jó, és akkor kell nekem a hammer. Így, meg kell a bronz.
Úgy is akkor lesz egy pár bronze plate-ünk zsiványos. Mondjuk legyen egy pár, jó? Mert ilyen, ilyen sokszor fog majd még kelleni. Na, és akkor ott tartottunk, hogy... Azt hiszem így van, hogy... Circuit, így van. Basic circuit, és kell ez a redstone szar. Ahhoz redstone torch, abból csinálok, mit tudom én. Legyen egy... Ennyi? 15, hát ez kevés. Postik. Na, itt van. Stone-om az még maradt valamennyi, tehát... ugye kell nekünk... Azt hiszem 4-szer... 8-szor 4, 32... Azt hiszem... Hát nem tudom, hogy annyi kijön-e. Nem, mert ha csak egy stack izét csináltam rá, stone fákját. Háj, de jó, hogy az a... Az a rövid. Akkor... Újra redstone. Ide, és akkor stick. Na, most csináltam. Úgy, oké, jöhet egy stack. Na nézzük még egyszer. Most csak én nagyon hanyagul számoltam, úgyhogy lehet, hogy rosszul. 38, és akkor ebből kell nekem. Mennyi kell nekem? Nézzük meg azért. Tehát ez a force, nem, iron thruster kell. Abból kell 4, te jó ég. Lehet, hogy ezt mindjárt én megcsinálom felvételen kívül. Ez a force field emitter, ehhez kell egy darab advanced circuit. Viszont nem lesz szerintem elég ender pearl. Tehát akkor ebből kell, ez 8 darab ilyen kell. Jó, 8 darab ez a szar kell. Akkor nem te, hanem... Na. Mi vagy buzi és mi nem várt? Ja, így oké. Így. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó. Akkor viszont advanced circuit. Így 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó. Akkor. Kell ez a solenoid. Nem így, hanem... Igen, ebből még kell, úgyhogy én megint csak így. Ah, faszom, lerakom majd a tekiket bányászni úgyis. Úgyhogy így, solenoid, azt így. És akkor egyket, mit tudom én, amennyi kijönne. Úgy, 18, 21. Jó, akkor ezt megpróbáljuk összerakni. Ebből kell, force feed-em itt ebből 2-szörni 8 darab. Ez annyi úgyse lesz. 2, 3, 4, 5, és még... Na, gyorsan még csinálok ilyen szolenoidot. Na, úgy tűnik, hogy nagyjából pont meg fogjuk tudni csinálni, mert ugye most nézem, hogy itt a... Így ez, ennek csak invar kell, glowstone, meg wiring, viszont a 8 force field emitter pont kijött, de már nagyon csúnyán kezdem magam lenullázni. Viszont lesz jetpackünk, és ez rohadt király dolog. Úgyhogy én azt mondom, hogy csináljunk invart, amihez ugye vas kell, tehát iron, hát látszik, tehát összesen 49 ironom maradt, ez nagyon-nagyon karcsú. És kell még nekem ferrös. Úgyhogy a tekiket nagyon nagy sebességgel le kell. Hogy is van ennek a receptje? Mármint az arányra gondolok. Tehát Invar-nak a... Azt mondja, hogy Redstone Pulverizer Induction Smelter 1 és 2, tehát 2 iron és 1 darab ferrous, tehát mondjuk legyen egy 10 ferrous, meg így ennyi. És akkor... Hát még... Jó, na, akkor az itt mindjárt, már is, még ezt megvárom. Jó, ezt kiszedjük, oké. Te mehetsz vissza, te is. És akkor nézzük ezeket a hülye Ion Thrustereket, ez valami iszonyat drága. Brutálisan lenulláztam magam. Nézzük. Jó, ti jöttök ide. Áj. Ja, csak 2, ja jó van, már. 1, 2, 3, 4. Wow, fuck yeah! Hubacker, jetpack, install, trustot föltoljuk, király!
Na, most még annyi van, hogy a... Nézzük ide. Kell egy ilyen... Ez a flight control, ez már viszont egyszerű, ez a control circuit. Nézzük csak, control. Tudjunk normálisan röpködni azért. Control circuit, az pedig itt van. És annak ez a receptje. Elektrum az van, wiringgel leszünk rövid. Nem már szolenoid az. Na mi nézzük meg akkor a goldos receptet. Ja, de nem, mert az izé kell. Aj, basszus. Nem mondod, hogy copperrel leszünk röviden, ugye elszadok a szedek. Komolyan. Igen, mert ez, mondjuk ez 8-at ad, tehát ez az annyira nem rossz. Tehát copper ingot kell, az viszont szerintem itt még akár itt is van. Láttam valahol, na mindjárt pill szedek. Ja, ott van. Jó, azt kiszedem ott. Na, kéz is van, 4 darab lett. Oké, ez mehet. És akkor control. Hát ez egy kicsit ilyen kraftolgatós volt, de hát ezeket meg kell csinálni, ezeket a dolgokat, hogy utána Uber király dolgokat tudjunk művelni. Így, oké. Mi nincs? Elektrum. Jó, gyorsan. Gyorsan még. Ja, hülye vagyok, itt van. Jó, nem szóltam. Úgy emlékeztem én, hogy van. Na, azt hiszem egy kellett, ugye? Nagyon remélem. Flight control install zsír. Na, amire még szükség van, kéne egy redstone cucc. Ez a... Mi ez a redstone energy cell? Ugye azt kéne még berakni a fejesbe. Csak azt nem tudom, hogy abból a töltött kell, vagy a teljesen elkészült, vagy melyik. Tehát ez ide kéne, hát mondjuk a advanced battery, amihez kell a, ez a kapacitor cucc. Igen, ez az MV kapacitor, ahhoz azt hiszem, hogy ezt most eldobtam. Szóval azt hiszem, hogy ahhoz a sima redstone energy cell kell. Kappa. Itt van. Ugye ez az IC-s recept. Ez pedig, aha. Egy szaros konduit kell hozzá, amihez ez a fused quartz olyanom van is, basszus. Nézzük csak. Akkor az a hardened glassnek a izéje. Látjátok? Ender IO-s. Ilyet múltkor véletlen csináltam. Tehát ez így ennyi. Meg wiring megint. Azt hiszem, abból is maradt még. Ja, jó. Akkor ezt össze tudjuk rakni igazából. Ezt is. Így. Na hát ez elég csúnyán jó ez a recept. Szerintem csinálok még egyet. És ezt pedig berakjuk a... Mondjuk valahova. Mondjuk legyen a fejesbe egy, meg a chestbe. Hát ezt így fölkúrálom, hogy bírja. Meg ide akkor a chestbe rakok egyet. Így. Na, mennyit bírunk tárolni? Fölveszem. Te lejössz a francba, mert te fos vagy. Így, így. Hopp, már repülünk is. Honnan van nekem energiám? Na mindegy, ez jó kérdés. Jó, és a keybindinget meg szépen a szokásos G betűre beállítom, ami nekem nagyon is kézre áll. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Hát azért ez határozottan király. Ez viszont nem tetszik ennek a beállítása. Azt mondja, hogy ez, hogyha leveszem... Igen, ez szabályozza, ez a ez a loop rátió, hogy merre, hogyha repülsz, akkor menjen-e arra, amerre nézel. De én azt nem szeretem. Tehát azt szeretem, hogyha így megyek, és akkor én így kiszoktam kapcsolgatni. Így. Majd még arra kell figyelnem, hogy a cipőbe rakjak ilyen szart. Ugye a... mindjárt mondom, hogy micsodát. Igen, ezt a shock absorbert, ez pedig szervo motor, amit most már nem állok neki megcsinálni. Jó, hát felvételen kívül, ami még fog történni, volt nekem valahol egy... Voltám. Ez a... Mi a neve annak a gépnek? Igen, Energetic Infuser. Ezt még ide bekötném én iszonytató sebességgel. Jó, te jössz ide szépen, és ide meg
királyó be tudjuk tenni a chestet meg a fejest is majd. Így. Hát ez így eltünteti azért elég csúnyán ezt az RF-et, mert ugye nem tudunk túl sok... ez csak 50k-t tárol így. Akkor ezzel együtt 100k. Na mindegy, majd hordok magamnál szerintem egy ilyen Restore Energy cellt. Egyébként nem egy bonyolult elkészíteni. És ugye, hogyha ez nálad van, akkor hát azért 10 milliót tud tárolni. Hogyha ez nálad van, akkor ebből veszi a ruha ugye az energiát, és akkor nem fog elfogyni. Hát mindegy, azért töltök ezekbe is, hogy legyen azért saját bufferje. Jó, én azt mondom, hogy ma rengeteget haladtunk. Úgyhogy, ja, én ezt egy kifejezetten hasznos résznek tartom. Ó, király. Moonstone, ez majd az Arsmagicához kifejezetten jól fog jönni. Úgyhogy én szerintem mára ennyi voltam. Amennyiben tetszik ez a rész, vagy tetszett ez a rész, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel további videókért, ha még nem tetted volna meg. Szóval köszönöm szépen már a figyelmet, sziasztok!